Kezdjük is mindjárt a 9. Nyírség fesztivállal, táncfesztivállal, ami hát ugye nemzetközi néptáncfesztivál. Két évente kerül, ha minden igaz, megrendezése, és villámgyorsan elrepült ez a két év. Nektek is ilyen gyorsnak tűnik? Még rajtad volt ugye a pólói, ránéztem, hogy hát nemrég még azt ünnepeltük, 40 éves a Nyírség, aztán a 8. nemzetközi fesztivál, most meg már is itt van a 9. Igen, nekünk is nagyon gyorsan eltelik ez a dolog, és jól mondtad, hogy remélhetőleg két évenként sikerül megrendezni, mert ugye amikor felújítottuk, az pont két évvel ezelőtt volt, 2017-ben, és most a város ismét mellé állt, így tudjuk megrendezni 2019-ben is, és hogyha jó sikerül, akkor reménykedünk benne, hogy a 2021-ben is meg tudjuk majd rendezni, és jó lesz ez a fesztivál. Egyébként meg mindig jó szokott lenni, ha az együttesek megérkeznek, nagyon reméljük, hogy minden együttes meg fog érkezni, most éppen vagyunk egy kis bajban az egyik, de nem az együttessel van a baj, hanem most érdekes módon a mumbai magyar konzulnő nem akar az indiaiaknak vízumot adni. Most éppen utasította őket, úgyhogy most ez szerveződik. Na, mi történt? Hogy mi lehet ennyire? Nem tudjuk, hogy mi történt. Ez az együttes egy 15 fős óriási létszámú társulat, és nem tudjuk, hogy mi történt. Miután már kétszer beszéltem a konzulasszonnyal a telefonon, hogy minden rendben van. Mi ugyanúgy, mint a többi együttest, őket is itt ellátjuk, fogadjuk, három nappal tovább maradnak, végig itt lesznek Nyíregyházán, nem mennek sehova, egy nappal korábban jönnek, mindent elmondtam, mindent leírtunk. Elutasították a vízum kérelmüket, miután a repülőjük már megvan. Na hát, ha sikerült még elintézni. Biztos sikerülni fog, a város segít ebben is nekünk. Bízunk benne, hogy így lesz. Milyen programok lesznek? Hogy alakul majd a menetrend? A fesztivált a Üdvözlünk Nagyvilág című megnyitóval nyitjuk. Ilyenkor minden együttes, minden résztvevő együttes megmutatja magát a színpadon. Lesz egy ilyen megnyitó ceremónia is nyilván. És ezt az első napot, ez 16-án pénteken lesz majd a Kossuth téren. Az Essencia zenekar koncertje fogja majd zárni, amire szintén várunk minden kedves nézőt szeretettel. Utána a másik nap, második napon puskázok egy kicsit, augusztus 17-én szombaton délután szintén a Kossuth térre várjuk a kedves közönséget, ahol a Mozdulj Nyíregyháza alteregújára a Táncolj Nyíregyháza nevű rendezvény lesz majd megrendezve. Itt ez egy azért különleges ez a rendezvény, mert a közönségnek be lehet kapcsolódni az együttesek táncába, tehát tánctanítások lesznek, ilyen kis workshopok, lehet majd ilyen ételeket kóstolgatni, szóval ez egy ilyen közösségi alkalom. Ez korábban is volt a táncház mindig a nap végén, azok megmaradtak, vagy akkor ez most felváltja, ez a Táncolj Nyíregyháza? A táncház vagy a fesztiválklub az együttesek részére az most is ugyanúgy meg lesz rendezve, tehát minden este próbálunk majd valami kis szórakozást szervezni így egymásnak, de ez zárt körül, tehát ide az együtteseket tudjuk csak befogadni, mert hát nagyon nagy tér kellene ahhoz, hogy ide mások is jöhessenek, de ez a Táncolj Nyíregyháza lesz az alkalom, amikor a közönség is bekapcsolódhat az együttesekkel való táncolásba. Utána lesz majd augusztus 17-én szombaton este, tehát még mindig ugyanazon a napon a Határtalanul című műsorunk. Ez egy nagyszabású gála műsor, a Művelődési Központban vagy Kulturális Központban kerül megrendezésre. És ez azért különleges ez az alkalom, mert ez az, amikor az együttesek a leghosszabb időtartamban tudnak bemutatkozni, úgyhogy ide is szeretettel várjuk a közönséget, ide jeggyel lehet majd belépni. Utána másnap hétfőn a Világok Tánca, szintén egy másik nagyszabású esemény, az a szabadtéri színpadon lesz, és itt pedig a magyar együttesek is be fognak már mutatkozni, tehát ez azért lesz más, itt rövidebb időtartamot kap minden együttes, és a külföldiek mellett a magyar együttesek is ott lesznek. Honnan jönnek külföldről csapatok? Mindenhonnan. Reméljük Indiából is. Három földrészről érkeznek ezúttal, és 7 tánccsoport fog bennünket meglátogatni, és élvezi majd Nyíregyháza vendégszeretetét. Dél-Amerikából jön egy mexikói társulat, és egy brazil társulat. Ugye a brazilok azok azért érdekesek, mert ők képviselik az idén a kiemelt együttes kategóriát, hiszen ők a határon túli magyarok. Tehát egyszer voltak már itt
a Tokió Kalotaszek tánc együttes, mint magyar együttes, tehát ők egyébként japánok voltak és magyar táncokat táncoltak, most a Brazíliából valóban magyarok jönnek, ilyen második-harmadik generációs magyarok, akik többnyire már ott születtek, és ők érkeznek ide, de nagyon jól őrzik a magyar néptánc kultúrát, hát ezt majd láthatjuk. Magyar néptáncot fognak. Így van, ők kimondottan magyar néptáncot fognak táncolni. De azért, mert megkérjük őket, hogy a fesztiválklubban lehetőleg egy kis brazil kultúrát is mutassanak be, mint ahogy a japánokat is megkértük, és a japánok egyébként ettől nagyon meglepődtek, hogy jaj, akkor mit is kéne táncolni, mert ők csak a magyar táncot szeretik. Reméljük, a brazilok nem fognak, és majd szambáznak egyet nekünk vagy velünk. Európából két együttes jön, a Balkánról Szerbia és Bulgária, hát ők mindig ugye kiváló táncegyütteseket küldenek ezek az országok, most is így lesz ez. És Ázsiából érkezik még három társulat, Indonéziából, Indiából remélhetőleg, és Tájföldről. A többiekkel nincs baj, csak az indiaiaktól félünk egy kicsit, de hát már ők is megvették a repülőjegyet, valahogy csak elutaznak idáig. Nyírség? Mivel készül? A Nyírség az azzal készül, hogy vendégül lássa ezeket az együtteseket, ez csoport kísérők leszünk, és minden egyéb a fesztiválklubnak a működtetése, előkészítése és egyebek. De mind a négy nyíregyházi táncegyüttes egyébként készül. Mi csütörtökön kezdünk próbálni, pénteken már közös próbát is tartunk a többi együttessel, hiszen lesz közös produkció is, a világok, illetve a világok táncán nem közös, ott mindenki fölép, hanem a záró gála műsoron, ott ugye az augusztus 20-ai ünnepségen, ahogy szoktuk, ott közösen is föl fogunk lépni, de ott fölléptetjük a külföldi együtteseket is természetesen. Amit még szeretnék megerősíteni, említette Anna-Mari ezt a fesztiválklubot. Ugye nem azt jelenti, hogy kizárjuk teljesen a nyíregyházi közönséget, de értelemszerűen, hogyha több, nagyon sokan akarnak jönni, akkor nem férnek be az INCD-nek a dísztermébe. De itt ez arról szól ez a dolog, hogy barátkozzunk, és mi biztosítsunk nekik olyan programokat, és olyan együttlétet az összes, tehát mind a 11 együttes számára, akiknek persze azért eljönnek a barátaik, ismerőseik, tehát nem, annyira nem zárt körül, de azért ez nem egy olyan, hogy le kell ülni, és be lehet jönni és nézni, ott nincs mit nézni, ez egy nagyon tevékeny dolog, egy ilyen fesztiválklub, mindenki tart egy nagyon kis, tehát esténként két együttes tart egy kicsi kis bemutatót, és aztán tanít. Tehát ez mint egy workshop is működik, mint egy nemzetközi diszkó, aztán éjszakába nyúlóan, és persze táncház, amikor a saját táncaikat tanítják, és táncolhatjuk velük együtt, meg mi is, majd magyar est is lesz. Az utolsó éjszaka az a magyar est, csak hogy minél fáradtabban tudjunk táncolni. Most azon gondolkodtam, a braziloknak, vagyis hát a magyarok tulajdonképpen csak, akik Brazíliában élnek, nekik ez egy gyors talpaló tanfolyam lesz. Mert most akkor tényleg testközelből megtapasztalhatják, hogy milyen a magyar táncosoknak az előadásában esetleg ugyanaz, amit ők tanulnak. Így van, ez pontosan így van, de egyébként ők rendszeresen kapcsolatban vannak magyar táncosokkal, és Magyarországról vannak ilyen programok, amelyekkel kimehetnek oda akár egy évre is, meg hosszabb időkre magyar táncosok. Többfelé vannak most így a világban tőlünk is táncosok máshonnan is az országban, és ott tanítják őket a saját, visszatanítják ugye a saját kultúránkat, a magyar néptánc kultúrát is, dalokat, táncokat, zenét. Augusztus 15-21-ig tehát jön a fesztivál, ha csak mondjuk kettő programot kellene kiemelni a város lakóinak, melyik kettőt ajánlanád? Gondolom az egyik a Táncolj Nyíregyháza, tehát az feltétlenül érdemes ott lenni. Meg a nyitó nap, vagy a záró nap, vagy mindegyik nap? Igazából mindegyik, de hogyha egyet még ki kellene emelni, akkor én a szabadtéri színpadon a Világok Tánca azt emelném ki. Ott szerintem egy csodálatos környezetben lehet majd mind a magyar, mind a külföldi együtteseket megtekinteni. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Hát szurkolunk, hogy jól sikerüljön minden. Nem fogtok unatkozni, azt gondolom. Ezekben a napokban csak legyen jó idő, hiszen az nagyon fontos azért szabadtéri rendezvényeknél meg különösen.